Sziasztok, gamerek! Remélem mindenkinek volt egy a napja. Arra gondoltam, hogy már rég volt borzasztó tank bemutató, és sokan ajánlottátok nekem ezt a VK 45.02-t, úgyhogy mi ezt a tankot fogjuk kipróbálni. Én játszottam már ezzel a tankkal, azt hiszem, hogy is van Gammarkov voltam két fiókon, és emlékszem, hogy nem volt egy túl jó játékelmű, úgyhogy ma megpróbáljuk kihozni belőle, amit csak lehetséges. Úgyhogy kezdjünk is neki. Mielőtt bemennénk még a csatákba, srácok, fontos elmondanom, hogy ígértem nektek egy videót a Viperáról, ahol elmondom, hogy megéri -e megvásárolni, vagy sem, még ugye a leárati dátum előtt, vagy a megvásárlási dátum előtt, ami ugye szeptember 12 reggel 7 óra, és külön videót már őszintén nem szeretnék csinálni erről a tankról, ugye játszottam vele azóta többet, illetve ellene is játszottam, és kialakult bennem egy kép, és őszintén megmondom, srácok, szerintem nem éri megvenni ezt a tankot. Ugye a páncélval kezdeném, ugye a broken a páncél, igen, hogyha szemből áll a, az ellen, álltak az ellenfél, akkor tényleg undorító, hogy nem lehet sehol beütni a saját szintjén, és még a tirtőzés tankok is nehezen tudják benelni, mondjuk ha aranylőszer töltenek, azért a tankhoz, hogy be fogja tudni ütni, de nyilván, hogyha mondjuk alappal lőnek, vagy mondjuk tier 9-es tankok ellen karcolni, broken tud lenni ez a páncél. De igazából ott van ugye a torony teteje, amit felfedeztem a múltkori videónál, hogy 120 uh, és illetve afelett ugye be tudják ütni, és hogyha nehéz tank döngőben harcoltok, azért elég sok ilyen tankkal fogtok találkozni, mint mondjuk um, ugye uh, ugye tier 8-as, tier 9-es, tier es tankokon, főleg a nehéz tankoknál ma ugye nagy ágyuk vannak, és amint az emberek rájönnek arra, hogy ott könnyen belőhető tank, akkor ez egy hatalmas, úgymond gyenge pont lesz, illetve egy gyengesége lesz a tanknak, és um, azon kívül, hogy oké, okay, és berakjátok ezt a tankot húldaomba, és um, ott játszatok vele, hogyha onnan ki kell jönnötök, egyszerűen csak nem szórakozható a tank. Nincs jó mozgékonysága, nem tudjátok hogy körbeutózni a pályát, mint a és a tűzereje is szerintem eléggé uh, gyenge, mivel ugye a pontossága se jó, a szűkülés az valami borzasztó, a DPM-e nem kiemelkedő, és ami még nagyon frusztráló nagyon a tangnál, hogy az alaplőszere csak 220 mm átütésre rendelkezik, és az aranylőszere is csak 264-es, tehát a 220 mm átütés az már 8-ban néha-néha kevés tud lenni, uh, illetve a 300, uh, a 264-es OPCR meg, hogyha magasabb színű tankok ellen kell arconotok, akkor egyszerűen szimplán csak kevés, mert mondjuk ott van a, még egyszer mondom, a Scorpion G, ott 240 valahány milliméter átütéssel rendelkeznek az alaplőszereteknél, és ott van a 311-es OPCR, ami Tir 10 bőven elég Tud lenni, és tényleg ez a tank egyszerűen csak ugyanolyan, mint az olasz td így összességében, hogy nem szórakoztató vele játszani, és nem szórakoztató ellene játszani. Én, srácok, őszintén mesprólnám azt a 10 ezer forintot, amit ezért a tankért kér a Wargaming. Szerintem ez a tank egyáltalán nem lesz meta. Az emberek megtanulják majd, hogy hogyan kell, illetve hogyan lehet ezzel a tank ellen játszani, és amint ugye mondtam, rájönnek, hogy igazából a gyenge pont a tető, hogyha nagykalibű rádióval játsztok, akkor sokkal uh, könnyebben kilöhető lesz ez a tank. Idegesítő, hogyha beül amba és mondjuk 18-as tankkal vagy ellene, és mondjuk nincs olyan ágy, amivel be tud lőni. Igen, idegesítő, de én láttam már jó, jó, -jó pár csatát ezzel a viperával, és nem az volt, hogy ha az ellenfélre volt egy viper, akkor, akkor megnyerték a mérkőzést. Nem, nem annyira brókra a tank, amennyire mondjuk elsőre tűnik csak a páncél alapján. Úgyhogy most ezt a videót mindenképpen, vagy ezt a kis szösszenetet mindenképpen meg akartam veletek osztani, hogyha valaki tervezi megvásárolni. Remélem tudtam megtesejíteni, és akkor vissza a csatákhoz. A live játszunk, és gondolkozom rajta, hogy mit szeretnék csinálni, elmegyek a med oldalra, vagy, vagy elmegyek hevízni. Remélem a Renegád jön velünk. Lehet, hogy a turbót kellett volna hozzam, nem a HP buszot őszinte megmondva. Hmm. Renegádnak amúgy nagyon jönnie kéne velünk, de Renegádunk egyelőre afk. Ajjajjaj. Srácok, ugye amit tudni kell erről a tankról, hogy ez olyan, mint hogyha a tank olyan, mint hogyha hogy lenne, lenne két testvér, vagy egy pár, és mondjuk lenne a fiatalabb, aki mondjuk mindent megkap, azon mondjuk a Tigris 2, mert ugye ő megkapta a bufot, és erősítették a tornyát, ugye erősítették, vagy erősítették a, a lövegét, és ugye megkapta 360 a 360-as alfát, és ez a meg olyan, mintha ez így a nagy tesó lenne, ami meg nem, aki most nem kap semmit, mert, mert mindent a kis tesó kapott meg, és ez a meg ugye nem kapta meg se a toronypáncél buffot, se pedig a, se pedig a 360 alfát, tehát ugye maradt 320-as, és annál a tanknál még idegesítőbb az, hogy az alaplőszere csak 200 milli rendelkezik, és az aranylőszere is csak 244 millivel, tehát ennél annál a lőszer az egy igazán nagy probléma tud lenni, um, ezt igazán erősíthetnék ezen a, ezen a járműben. Tehát a toronypáncél, meg átütés bufot, meg az alfát fölvéhetnék 360-ra, akkor aztán nem egész kellemes lenne, mert ugye alapvetően ez egy, ez egy gyorsabb, hevinek szánt jármű, és meg is értem, hogy még a testén nincsen annyira sok páncél, azzal nincs is annyira probléma, de a többi karakterisztikát azt mindenképpen buffolhatnák. Úgyhogy megpróbáljuk a mai nap kihozni azt, amit csak tudunk ebből a tankból. A három gámákos boros kóla az itt nagyot gémel. segítünk neki, és nagyon jó, hogy el tudtuk foglalni ezt a részt, mert Liveboxon ez a, ez a rész itt nagyon-nagyon fontos. Jó, az tigris halvázát még ekkora, ekkor, ekkorka átütéssel is be tudom lőni, az nem probléma. Jó, a következő lövésre meg is tudjuk, is tudjuk lőni. És a boroskola most rá fog menni, beletáraz kettőt, és az én már uh, kilőjük. Pám. Nem, csak 300 hetet lőttem, meg egyébként sem volt az alfám annyi, hogy kilőjem, hogy all És egyébként most van a srácok, hogy, uh, hogy be akarunk menni, ugye, ha megnyertétek ezt a részt, akkor soha nem érdemes tovább pusolni, hanem érdemes lejönni itt, és eljönni ide, mert akkor ki tudjátok spotolni az itt kempelő TD-ket. Ugye nagyon fontos, ezt akkor tudjátok megtenni, hogyha itt már kitakarítottátok nagyjából az összes tankot, és már csak itt kempelnek hátul, mert egyébként meg tudják azt csinálni, hogy kinéznek rátok innen a, a, a sinekről, és az ugye nem jó nektek. Úgyhogy itt a fák takarásában nyugodtan ugye el tudtok kúszni, látjátok még egy hevivel is simán végig lehet itt jönni, mert ugye takarni fognak titeket a fák, és hogy um, hogyha esetleg nincs itt spotterjük, akkor ezt nyugodtan megtetitek. Van egy tank, amit még nem láttunk, a g akartam mondani, hogy az, ami még uh, nem volt felderítve, de ugye is közben felderített, uh, az felderítette, úgyhogy a mi célunk az az, hogy meglőjük most ezt a csíki uh, LC event, akit egy repesszel be is tudok ütni, és azt írta a játék, hogy amúgy letrekkeltem, de közben meg nem. Közben meg amúgy így nem. Na jó van, hát itt nem tudunk kinézni, nem is akarok a TD-kbe belenézni, úgyhogy uh, végig, is, végig is akarok jönni. A uh, szerintem... Hmm. Shoot, azt meg lehet lőni, de, de nem eltűnt spotról. Ott van a TVPTD. Igen, abban lőttek egyet. Jó, azt becsetet meg tudom már innen lőni. De meg tudom ám. Hú, uh, kicsit, kicsit árontottam elrontottam a lövés, nem, nem adtam neki elég előny és hát nem céloztam elég előre. még egyszer, az még rosszabb lövés volt. Előre maradni szeretnék itt, mert tudtam, hogy ez fog történni, lepikálnak minket. Ugye innen is majd meg tudnak minket lőni. Az elfél egészen jól visszaállt védekezni, úgyhogy előre még, még nem kell előrébb mennünk. Szerintem. Kerekes lát lő minket, ő nem fog olyan távolságból beütni, az fix. Pecsét újra megy spotolni. Hát tudom megállna, vagy nem tudom. Ilyen távolságból nem száll elég gyorsan ez az AP, vagy az De ezt a progettót azt meg tudnám lőni, ő egy helyben áll. Van. Sajnos az ágyú nem, nem, nem dolgozik most együtt velünk. Akkor már előnézni, szerintem az is fölé ment. Na és most vagyunk szarvasácok, mert az ellenfél megszerezte ugye ezt a részt itt és már szét tudnak minket lőni. Oj, oj, Hogy tudták azt a részt bepusolni ilyen egyszerűen? Hát jó, hát kihasználjuk ezt a házat, srácok, aztán megpróbálunk annyi is kiosztani innen, amennyi lehetséges, de itt, itt halottak vagyunk, tehát ez, ez pizdáz a meccs. Főleg, hogyha az letornyoz minket, akkor főleg amúgy szar lesz. Mert az ellen abszolút nem tudok semmit tenni. Az alvádat, hogyha megmutatja, be tudom lőni. Na, balról lőnek, minket nincs motorom. Hm. Még egy vagy két lövés itt kiosztanék, az nagyon-nagyon az jó lenne. De már látja a tornyunknak a tetejét, és hát a kupolánkat az meg könnyen be tudja ütni. Hm. Becset már lő. És igazából srácok kilőtt minket az 50 TP. Ez a gond, az olyan meccs volt, hogy hogy itt ezt a részt mindenképpen meg kell tudni tartani a, a csapatomnak, mert, mert nem tartják meg, akkor ha bejöttünk ide és nem tudunk előre menni, akkor, akkor ugye ez fog történni, hogy letornyoznak minket, és hát egy 50 TP egyszerűen látjátok, hogy mennyivel erősebb, mint az én tankom ilyen szituációban, hogy ő be tudja lőni az én tornyomat könnyedén, én meg nem tudom belőni az övét. Úgyhogy srácok az ellenfél jó játszott, nekünk volt egy pár misszert lövésünk sajnos, meglátjuk, hogy van-e blindunk, hogyha van akkor 2200 sebzése, hanem amikor 1900-al végeztünk, ugorjunk meccsbe. Már a következő mérkőzésnél is vagyunk, srácok, és a felszerelés még nem is mutattam. Az egyik setupom a, a, HP busz töltés, illetve stabilizátor, a másik setupom pedig a töltésgyorsító, turbó és a stabilizátor. Ezt a két felszerelés szettet használom a tankra, szerintem ez viszonylag jól működik, úgyhogy ezt még nem mutattam, azt mindenképpen meg akartam. Uh, játszunk, szerencsére megint tier 8-as matchmakinget kaptunk. Én el tudom képzelni, srácok, ez a tank bekerül tier -be, és nem el tudom képzelni, mert játszottam, és amikor tier -be bekerül ez a tank, Oh, nincs átütésetek titeket, meg mindenki belő. Nagyon-nagyon frusztráló egy játékélmény, azt kell, hogy mondjam. LC az meg dob egy spotkört. Sajnos nem sikerült elő, nagyon-nagyon közel voltunk hozzá. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit, mit tudunk hozzátenni a mérkőzéshez. Szeretem ezt a pozíciót játszani. Hogy innen lehet lövöldözni azt, hogyha ott jönnek, ugye ki tudtok nézni itt is. Lövének a kupoláját el tudom lőni. Már közel voltunk hozzá lövének rosszabb a töltése, mint nekem, de nem tudok rá kinézni normálisan. Vá, most kicsit megdőlt előre a tank, hogy be tudtam lőni. Oké, és lő előtt. Jó, el tudom lőni még egyszer. Az LC-bönt lőném meg legközelebb. srácok, az nekem úgy nézett ki, mint hogy átment volna rajta, de lehet, hogy éppen hogy csak a torony mellett ment el egy pixellel, és azért tönt, úgy. Á, oh, vipera. Hol ütött be minket a vipera? Ah, a torony frontunkon, a legerősebb részén a tang, A legerősebb részén a tanknak. <laughs> hát igen, ez, amiről beszélt a srácok. A torony, tehát egy tigris kettővel lettem volna itt, az nem ment volna át ez a lövés. Ojajaj. Mit csinálsz ott, hát, tudom? Miket néz? Aha. Bam. Aj, de elő, a torony tetét. Hm? Jó. Azt nem hiszem, hogy talált, mert nem reszeteltük le a kepet. Önkorra még egy blindot. Hát azt sem talált, mert akadt az épületbe. Gondolkozunk, gondolkozunk. Mi legyen a taktikánk? Én többször nem, nem akarok kinézni a lővére. Mert ugye ott van mögött a viper, ami fedezi, meg a lővét is nehezen ütöm be, hogyha nem látom a kupoláját. Úgyhogy valószínűleg azt a, azt a persinget szeretném meglövöldözni, hogyha kinéz. Csak hogy ezt meg tudjuk-e tenni. Na super Az a csak azután spotolódik ki, miután, miután lőtt, és az nekünk nem jó. Az ott át fog benni, az ott, az ott nincs fék. Azt még szerintem alap, nem, srácok? Hát az élvezte a játékot, az gyorsan visszament a garázsba. Jaj, jaj az úr az nem gondolta át szerintem azt az előre pusolást. Lőve az átkúszott oda. Na jó lenne úgy fölmenni azért a szuper de nem tudom, hogy hogy tudnék itt átmenni, úgyhogy nem kapok abszolút... Uh rektet, mint mondjuk az a, az, a, az AMX. Hm. Lőve Őve gaming. A lőve alatt egyszer nem tudok mit kezdeni. Az olyan erős pozíció neki. Még én nem is csak fölmenni egyébként a felső részre, pedig ott lehetne farmolni egy, egy szuper szembe szemben azért, ugye nekem magasabb az alfám. Meg nekint a több a gyenge pont, amit el tudok lőni rajta. Alt. Mit nem látunk még? Borszigot, Viperát. Többi tankot láttuk. Jó, azt el tudom trekkelni, kiváló. Nézzük, van egy javítója. Volt javítója, de szerintem az már késő lesz neki. Jaj ez a lövés, az mindenhova ment, csak nem olyan céloztam. Ouch. Most kell megpróbáljuk kifinisálni. Bam, a progettó ezt megtette, úgyhogy nekünk már nem kellett. Jó, ugye tudjuk, hogy hol van a borszig, és tudjuk, hogy kiságyus, ezek fontos információk lesznek a végjátékban szerintem. És a viperát is amúgy tudjuk, hogy itt kempel, úgyhogy igazából mindent annak a pozícióját uh, tudjuk. A felső része meghaltak a tankjaink, az amúgy annyira nem cool. Uh, ezt megpróbálom kifiniselni, ezt a szuperpersinget. Bámatlan, hogy tetevében. Ájjaj, az ágyú az, az, az valamikor működik, de inkább nem, azt mondanám. Nem, 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 a híres német precizitása, amit itt érzek ennél az ágyunál. Legalábbis snapshotoknál biztos, hogy nem. Lehet, hogy van, hogy amúgy nem rossz, de... de snapshotoknál biztos, hogy nem a legjobb. Gondolkozunk srácok, hogy mi legyen a taktikánk. Tigris, az bemegy a kepre, nem tudnám esetleg meglőni. lőve az proxizott minket. A lövét kilőtt az is 3 á az jó. És jönnek le az is 3 ára. A, a T28-ra kell, kell, egy olyan lőszert töltenem. Az lehet, hogy talált, az jó erre ment a lövés. Az a kérdés, hogy mert nem volt lepattanó nyom, úgyhogy szerintem azt talált. Jó lenne, hogyha valaki tudná spotolni ott. A tigris beért a kepre. Az hárománkat meg émeli a másik 3 háromá. Na, azt az jó. Dózom. Mitől kaphattam itt spotot? Lehet, hogy a light bejött mögénk, vagy... vagy T-28 nézett volna ki? Ezt ki tudom lőni. Az ott lesz pedig. Kiszpotol be? A light. Tudja, hogy a light van itt valahol. Mert ő még nem, ő még nem ért be a, a proxyba. A tigris kilőtték a capről. Ha, látjátok, nézd, bement a lövés a T28-ra. Ez ő... Lövésre hogy már be tudjuk viriselni. Nézzük, hogy ilyenkor egy nagyon gáz az Az alvázát nem tudom beütni, csak hogy nagyon-nagyon pixelen ott, ott, az alsó. Ó, a TVPTD. Az minket, nem a light. Igen, ott le fog tolatni. Egyébként most van az a szituáció, hogy én elmennék és be, beülnék ide középre a sziklákhoz, mert akkor tudom lőni a viperát is, meg tudom lőni a borszigot is majd. hogy akkor próbálok egyet lőni. A borszig újra pozícionált, hát ez nem jó. Jó, kicsit, eljönni. a lájtot kilőtték az ellenfél, és maradt három ugye Háromszög játékos. Hát, azért meg lehetne gémálni. Évek ide az alsó részre szerintem. Lehet, hogy amúgy jobb lett volna a turbó setupot hozni, bár akkor most már egy lövés lennék a, a borszignak. Úgyhogy le, um, lehet, hogy lehet, hogy majd a végjátékban, hogy mégis jó volt a, a HP boostot hozni, és nem a turbót. Úgyhogy innentől már csak meg kell várni, míg felszpotolják őket a, a, a lightunk, aztán, aztán akkor király vagyunk. Én a light helybe egyébként megfognám magam, azt eljönnék ide, innen meg be lehet spotolni azokat a tankokat, akik ugye itt játszanak. Úgyhogy én ezt tenném a light a helyébe. Ott fut a borszig. Egyszerű. Nem tudom minden meglőni. Azon gondolkozom, hogy előrébb jönnék egyel, de nincs itt a TVPTD. Na, ott van a TVPTD hátul. I see. Mert is lőtt a borszeg, az meg ki... lejött ránk. A vipera. Lölünk bele egyet. Egyen előrébb akarok jönni. De az a vipera egyébként ránk akar pusolni, nem? De az a Viper azt tudja, hogy ránk akar pusolni. Megállok itt, aztán... aztán várok egy kicsit. Azon egy vagyok a TVPTD-nek is. Hm. Mm. Itt várnék, hogy a viper merre néz. A nem erre néz. Ezt megölték, van ott a TVPTD. Onnan pingelik, de ott nem lehet egyébként. Azt hiszem az arty az innen lőtt valahonnan, tehát ebből a gödörből. Jövünk itt erre. Egyszerű. És valahol, itt, itt áll a TVP, az a mondom az a gond, hogy neki amúgy szuper a dpm -e, és amúgy meg tud ölni minket, egy vagyunk neki. Kérdés, hogy hol van? Balra vagy jobbra van, srácok? Balra van. Hm? Jó, az elvileg alfám alatt van, tehát ki tudom lőni. Így is van. Az Arti meg valonnan szemből lőtt, hogy megpróbálok olyan jobbra kihúzódni, hogy kihasználjam ezt a tombot, hogy ne tudjon ellőni, és akkor elvileg királyek vagyunk, és az artra betöltök majd egy repeszlőszert. Az art ez nincs ott, százszerűen nincs ott. Nem onnan lőtt meg. És beírja nekünk a lájt, hogy retard VK. <laughs> miért, miért lennénk mi retard VK? Hogyha tudom, hogy az arti az innen lőtt. Ő a srácok, amúgy a, néha a játékosok annyira mérgesek valamiért, én nem, nem tudom, tehát hogy így... Hmm. Ez annyira furcsa. Eddig csak annyira, annyira, moldingolnak amúgy a, a meccs közben. Ez olyan fantasztikus egyébként. De nekem van információm róla, jó, beírta, hogy sorry, de nekem van információm róla, hogy honnan lőtt, meg tudom. Nyilván nem vagyok Pepega, tehát hogy onnan nem lőhet -e, és hát akkor, akkor, nem ott van a másik sorokban, és így nem értem, hogy miért kell ennyire mérgesnek lenni. Ha, ha igaza is van, akkor az is úgyis is úgy is felszpotolja, tehát hogy na mindegy, ezt nem értem, srácok, mindenki nagyon-nagyon mérges, úgyhogy nézzük, hogyan teljesítettünk ebbe a körbe, ugye a csapathoz képes aztán, aztán ugorjunk be még egy harmadik körre, mert amúgy ez nem volt rossz. Tehát ez amúgy ez a, ta, ez a teljesítmény, ezzel a tankkal teljesen jó. 3200 sebzést tudtunk összehozni, ugye belőttük egyszer blindba a T28-at, illetve volt még 800 asszisztunk, ez azt jelenti, hogy 4 k hoztuk ki ezt a meccset kombináltan. A progettunk az nagyon jó játszott, illetve az LNF TVP az önkirályú hozta a mérkőzés, úgyhogy gratulálok mind a kettőknek. És akkor még egyszer mutatom, srácok, itt van ugye az egyik setup, itt van ugye a másik setup a, felszerelésekhez, itt van ugye a legénység, amit ugye érdemes használni, a illetve megmutatom nektek meg a harcni módosításokat, én ugye itt nem választottam semmit, bal oldalit, jobb oldalit, és itt pedig a mozgékonság van ugye kipipálva. Jó, srácok, ugorjunk be egy utolsó körre, nézzük, hogy ott mit tudunk teljesíteni. Itt is vagyunk az utolsó körül, és szerencsére egy tier 8-as per tier 7-es meccset kaptunk, úgyhogy remélhetőleg itt agresszívan fogunk tudni játszani. Itt a turbo setupot hoztam, mert szeretnék minél előbb érni a nehéz szakdőöngőbe, Uh, meg lehet, hogy középen is lesz egy-két lövésem, de az kétlem elég rossz volt a, a spónom. Ugye, hogyha jó spónt kaptok, egy gyors heavy vagytok, vagy médiummal, vagy light vagy bármivel, akkor bejöttök ahhoz a sziklához ott, ott a saroknál, és tudtok lőni a felmelőre egy-kettő lövést, az ilyen pro ezen a pályán, srácok. Jó, viszont én nem úgy futni akarok, mert, mert szeretném megszerezni ugye ezt a pozíciót itt. Nem akarom, hogy az ellenfél véletlenül bepussoljon ott és uh, elveszítsük. Egyébként lett volna a boros kolára, egy lövésem, hogyha oda a sarokhoz, de igazából így egy. VK az ellenfélnél, a tesó az, az jön középre, érdekes. És akkor mi lehet előttünk igazából? 50 száz, azt le tudom farmolni, tigris, azt le tudom farmolni, esetleg a, a TD. Ha, 50 ott is van, lőnk egyet. Ilyen, ilyen szépen talán nem tud minket könnyebben bejutni, viszont a, a TD-vel lesz gond. Jó? Az 50 százat kell lefarmolnunk egyértelműen. Ő a beüthető. Ez sokan lesz, sokan lesz, sok lesz, sok lesz, sok lesz, sok lesz, sok lesz. Wow. Oh. Hogy ment mellé az a lövés, srácok? Jó, megpróbálok a szikla, az lejönni. Itt talán nem látnak minket, de viszont az meg lát. Nem, srácok. hát ez a meccs, ez, ez, volt. Tehát erről beszéltem, hogy mindenképpen agresszívan ide ki kell pusolni, és az a gond, nekem rossz volt a spólom, és még turbóval sem értem ki. Úgyhogy hát ez volt a harmadik csatánk, és láthatjátok, hogy, hogy egyszerűen ezt a tankot nem lehet forgatni sehogy, mert ha bármelyikre, bármelyik oldalra is elfordítjátok a tornyt, egyszerűen túl könnyen belőhető, és um és egyszerűen, hogyha elfordítom a tornyomat a, a, patriot felé, akkor föntről lőnek be, hogyha nem fordítom el a tornyomat, akkor meg a patriot farmol, és a patriotnak ugye jó a DPM-e, úgyhogy nagyon könnyen lecipkedi a HP-nkat, úgyhogy hát féltek, srácok, ez egy olyan meccs volt, az ellenfél jó pozícionált, agresszívan előre jött, és akkor utána le tudott minket farmolni, úgyhogy összegezzünk, hogy mit is sikerült ebbe a sessionbe összehoznunk. Végét is ért a meccs, srácok. Nagyon jól játszott az ellenfél, nézzétek meg, mi csak a legtöbb sebző az 1500 adatot kiosztani, míg rá az ellenfél, a Boroskóla, a, Boros -kóla, a Patriot, az nagyon jól csinálták, illetve az olasz -téri. úgyhogy az ellenfél jól, jól betolta, és látta, hogy ott előnyük van, úgyhogy meg tudták szerezni a győzelmet. Három csatát játszottunk, de srácok. 2100 átlagot hoztunk. Azt gondolom, hogy ennél egyébként egy picivel többet tudnék kihozni ebből a tankból, szerintem ilyen 2500-2600-at tudnék vele lőni, hogyha mondjuk több meccset néznék meg vele, és nem kapnák mondjuk ilyen jólókat mondjuk a harmadik meccsbe, de azt gondolom, hogy ez, ez, a tankra, hogy erre a tankra mindenképpen ráférne egy erősítés. Ahogy mondtam, alfa, ugye a lőszer átütésre, illetve legalább a toronypáncéjára, hogy megkapjon még a Tigris 2-nek a, a, a toronypáncél értékét, mert ha megnézitek, ugye 185-80-80 ugye ennek a, a, a toronypáncéja, a Tigrisnek meg 245, illetve 120 ugye az oldal és 80 ugye hátul ugye az nem változik. De ezt mindenképpen uh, jó lenne, hogy erősíteni a Wargaming. Úgyhogy a srácok, nyugodtan írjátok le, hogy mit gondoltok erről a tankról, illetve hogy melyik legyen a következő borzalmas tank, amit ugye megnézzünk, Kíváncsian várom az ötleteket, és akkor uh, igyekszem arról is uh, készíteni majd nektek egy videót. Legyen szép tapotok, remélem, hogy ezt a videót. Hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, like dobjatok rá egy feliratkozást. Twitch-en a ott élőben szoktam streamelni, uh, lesz a, uh, le lesz a videó uh, leírásában a Twitch csatornámnak a linkje, illetve ott megtehettek a Discord szervernek a linkjét, ott ugye nagyon jó a közösség, tudtok szakasztársat keresni, tudtok tőlem kérdezni, hogyha bármi problémátok van, akkor ott a közösség mindig tud nektek segíteni, illetve ha támogatni szeretnétek a munkámat, akkor ugye csatornatagát tudtok válni, vagy pedig a köszönet gombbal, ugye tudtok egy kis borravalót hagyni nekem a videó alatt, és ezt nagyon-nagyon szépen megköszönöm nektek, srácok. De mindenkinek szép napja, el itt voltam, sziasztok!